hoztam híven, zümmögve, mint a rét, milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Fáradt meg egy ügyű, vagy tán csak jó vagyok, s resztetek, mint a fű, és mint a csillagok. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szávai László vagyok, a Református Zenei Fesztivál szervezője. Néhány gondolattal szeretném önöket köszönteni. A Szentírásból tudjuk, hogy milyen a sziklára épített ház. Biztos alapokon nyugszik. A 19. Református Zenei Fesztivál is egy ilyen sziklára épített ház. És amellett, hogy ez a szikla Jézus Krisztus, ennek a fesztiválnak egy kicsikét a sziklája Beszörményi Gergely is, az alapítónk, aki biztos alapokat rakott le Krisztussal együtt ennek a rendezvénynek a számára. Gergő nélkül ez a rendezvény nem létezhetne, és én erről a helyről köszönöm neki, hogy előttem annyiszor megszervezte ezt a fesztivált, hiszen én sem lehetnék itt 19. alkalommal, és számosan önök közül, akik hűséges visszajárói ennek a rendezvénynek. Nagyon szépen köszönöm, és tapsoljuk meg Beszörményi Gergelyt, az alapítónkat. Három napon keresztül, 6 helyszínen, összesen 40 programmal vártuk a 19. Református Zenei Fesztivál vendégeit, bár a Bakástéren pénteken nagyon elvert minket az eső, de belül végig sütött a nap. Sajnos a fáklyás felvonulást nem tudtuk emiatt a katasztrófa védelemmel konzultálva megtartani. Ez volt a biztosabb. Természetesen 9 órára elállt az eső, és kiderült az ég, de fél órával korábban még annyira esett, hogy sajnos le kellett mondani, viszont kárpótolt minket a Kálvin téri református templomban a Grillus testvérek előadása. 2024 az élő igeéve a Magyarországi Református Egyházban, és ehhez a tematikus évhez természetesen a mi fesztiválunk is csatlakozott. János evangéliumában a görög filozófia legfontosabb fogalmával, az igével, a logosszal azonosítja János Jézus Krisztust, és hát az élő ige, Jézus Krisztus legfontosabb nyilvános ige hirdetése, a hegyi beszéd hangzott föl a Kálvin téri református templomban. Ezzel a szép szimbólummal is csatlakoztunk az élő ige évéhez, hogy a hegyi beszéd megzenésített változatát hallhattuk. A Kálvin kamarakertben jelenleg jazzudvar folyik. Pénteken és szombaton a Bakástéri színpadon voltak előadások, koncertek. Itt a házban, a Rádai teremben is voltak kerekasztal beszélgetések, klasszikus zenei és világzenei előadások, illetve a Biblia teremben szintén nagyon izgalmas témákkal vártuk a kedves vendégeket. Megtelt mindegyik előadásra a Biblia terem is, a Biblia múzeum is. Például a mesterséges intelligencia és a teológia kapcsolatáról szóló előadáson is. A mai napon véget érnek a rendezvények. A Nagyváradtéri Református templomban lesz a záró istentisztelet, amin a Központi Református Kórus és Timására fognak fellépni. A mai délutánon Böszörményi Gergely életútjának és életművének is szemtanúi lehetünk, hiszen fogjuk látni itt a színpadon, hogy mennyien szeretik és tisztelik őt, és mennyien jönnek az ő hívására és a Református Zenei Fesztiválra. Hogy pontosan kik, azt Gergő fogja elmondani. Parancsolj, kérlek. Köszönöm szépen, áldás, békesség. Évekkel ezelőtt, 2018-ban, az jutott eszembe, hogy már elég régóta megy a fesztivál, a fesztiválhoz illene, hogy minden produkció, minden fellépő legyen tudós ember, előadó, zenész, előtt hangozzon el egy bibliai ige.
és megkértem az összes fellépőt, hogy volnának szívesek egy-egy ígét elküldeni. A mai négy együttes 2018-ban is föllépett, micsoda véletlen, és meg is találtam a gépemen az ígéket, úgyhogy most felolvasnám a Sebő együttes által választott ígét, Máté evangéliuma, 7. rész 1-től 6. vers. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre, még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ez volt a választott igéjük, és mit sem változott a világ, pont ugyanolyan fontos az üzenete ma is, mint amilyen fontos volt az üzenete 2018-ban. A Sebő együttessel nagyon régóta nagyon jó barátságban vagyok. Talán tudjátok, hogy a Református Zenei Fesztiválon kívül másik nagy sorozatunk volt, többek között a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje sorozatunk, amivel körbejártuk a Kárpát-medencét, és így szó volt a gyűjtésről. Mi az évek során 14 millió forintot gyűjtöttünk a ti jó voltatokból egyébként, közönség jó voltából, amit Kárpátaljának adtunk még bőven a háború előtt. Ennek a sorozatnak természetesen Sebő Feriék is aktív részesei voltak. Most tehát csak annyit mondok még így a végére, hogy ez a találkozó, ez a mai nap, ez majdnem teljesen magyar örökség díjas találkozó, hiszen a négy együttesből Sebő Feri nem olyan régen kapta meg együttesével együtt a magyar örökség díjat, a Makám együttes is magyar örökség díjas, a Misztrál együttes pedig Kossuth díjas és magyar örökség díjas. Jó szórakozást kívánok és feltöltődést! Babis Mihály, szerenád. Zeng a nád a tó fölött, zeng a szél a nádon, édes álmaid között, hald a szerenádon. Imarád, szerenád, tested titkos templomád, dallal én imádom. Elefántcsont palota, oltozatos mellett, kettős márvány oszlopa nyugszik egymás mellett. Fejed fenn a vánkoson, tornya melyen átoson, lágy tömjél lehellett. Érted édes messziről, jöttem a vasúton, ó közül és Bécs mögül, Sáron havas úton. Nádon át és téren át, nádon át és téren át, szálltam havas úton.
Ahogy a felütés is jelezte, most énekelt verseket fogunk játszani többnyire, ami tulajdonképpen a történeti műfaja annak, amit a népdalnak nevezünk. A népdal a túlélő ennek a műfajnak. És olyan költőink vannak, akik 800-900 éven keresztül bátran használták ezt a nyelvet. Csokonai Vitéz Mihály még háborog, hogy miért kéne ezt abba hagyni. Olyan szépek azok a dalok, amelyeket dallamra írtak. És ő sokat írt, és most eljátszunk egy ilyet, amit szerintem egy olyan dallamra írt, amit senki nem ismer közülünk. De hát újdonságnak is kell lenni mindig. Ez egy párbeszéd a Tempefői és Rozália között. Ez ugyanaz, mint a Papagéno és a Papagéno kettőse. Szerintem onnan vette a mintát. Bazd meg, kérlek, kedves lélek, még szeretsz én? Engem másért még csak élek, meg nem vetsz én? Én szeretlek tégedet, tisztelen jó szívedet, megvethetsz én? Hidd el, kérlek, kedves lélek, én szeretlek. Téged másért még csak élet meg nem vetlek. Százszor már nem mondtam én, mégis kételkedhetsz én. Benevetlek, benevetlek. Sokszor ám a Jánkos szíve állhatatlan, és ahhoz ki legjobb híve irgalmatlan. Én is attól tartok ám, mert az a kis etikám csalhatatlan, csalhatatlan. Én is hát szíved formáját úgy tekintsem, hogy más ibjaknak hibáját rád is hintsem. Nem, bár más mit legyen, ami szívű ő legyen. Én örökre lészek híved, kedves lélek. Kedves, más a szíved nem cserélek. Én szeretlek, édesem. Én is téged, kedvesem. Még csak élek, még csak élek. Hát a dalok többsége ebbe a témakörben nyomul, tehát a szerelem az egy jó kézén jövő téma, és arra jöttek rá a férfiak, hogy ez így hatásosabb is. Már a kollégiumban mi Bérálva rájöttünk, hogy... De csak az volt a baj, hogy ott megcsináltuk a jó hangulatot, és a jó csajokat mindig mások vitték el. Így lettünk zenészek. Hát most egy József Attila verset éneklünk. Nekem a nagy felfedezési diákkoromban a József Attila volt, akit nagyon egy oldalon és nagyon keretek közé szorítva tanultunk az iskolába, úgyhogy nem nagyon szerettük meg. És amikor Berek Kati bevett a műsorába, a kollégiumban mutatta be akkori futó műsorát, az egyetemi színpadi műsorát, és a diáktársaim oda lököttek, hogy művésznél hallgassa már meg ezt az őrültet, tehát ez énekli a verseket. És meghallgat, és azt mondta, hogy akkor jövő szerdán találkozunk a egyetemi színpadon, és szépen összegyúrtuk a műsort a zenével. És annak olyan hatása volt, tehát az a Kata is el volt kis Pista, tehát ő tudott, hogy melyik vers után melyiket kell tenni, hogy a közönség az könnyekkel a szemébe jött ki onnan, és mindenki esküdött, hogy nem hitte volna, hogy ez egy ilyen nagy költő. Kassán volt az első fellépésünk, amikor külföldre mentünk, és hogy örültek nekünk, hogy jégre Budapestről jönnek. De miért ezt a kommunista költőt hozták? Kicsit meg is lepett engem, mert nem erre voltam készülve. És akkor eljátszottak a műsort, akkor bizony sírva jöttek be az öltözőbe, hogy hát ezt nem hitték volna. Hát akkor mi is úgy éreztük, hogy nagyon fontos dolgot csinálunk, mert azért nem jó, hogyha átgazolunk az értékeinken, és elfeledkezünk róla. A József Attila pedig mindannyiunknak nagyon jó útítás. Gyöngy a csillag.
mint a szőlő fürtösen, mint a vízcsepp hűvösen. A barázdán fölfűzik, a bús földön eltisztítik. Kezed csillag én nekem, gyenge csillag fejemen, vaskos törölj a kezem, ott porlad a szívemen. Elének egy azt a dalt, amivel a Ki mit tudról kirúgtak bennünket. 68-ban jelentkeztünk, és hát azt mondták, hát kedves beosztás, ilyen műfaj nincs. Ez nem magyar lóta, ez nem operett, ez nem opera, ez nem daléneklés. Ne haragudjon, de ezt nem tudjuk beleilleszteni a műsorba. Ez volt a Rejtelmek című vers. Hát talán el lehet még játszani. Az engelek, őrt állok, mint mesékbe. Te bújtattál engemet, talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól Tessék elképzelni, hogy sikerült begyalogolnom a történetbe. Mert egyszer a rádióban egy íjes dalabot csináltunk, és én csináltam a zenét, és a rendező, mikor a íjes házasra bejött, rám szólt, Feri, vedd a gitárt, és játszd el a Flórának a Rejtelmeket. Hát azt mondtam, hogy elsüllyedek. A Flóra meghallgatta, és olyan titokzatos mosoly ült az arcán, mint a Mona Lisáé körülbelül, és azt mondta, hogy szép. Hogy mit gondolt, az nem biztos, hogy tudni szeretném. Nos, hát így, ez is egy József Attila, amíg aztán majd átérünk másra. Harmatocska című verset fogja eljátszani, amelynek a születéséről van egy visszaemlékezés. Németh Andorék mesélték, hogy egy ilyen szabadtéri étterembe ültek, és Attila azt mondta, hogy írt egy új verset, meghallgatjátok. Persze, van, de Attila, guggolva, ringadoz a málnatő, meleg, karján, budgyos, zsíros, papíros szenderek. Végigmondja. Azt mondja Németh Andor, de Attila, nagyon szép ez a vers, de nem lehet ezt a kusztustalan zsíros papírt kiszedni belőle? Attila összehúzta a szemét, azt nem, nem lehet, látom, oda tartozik. Úgyhogy maradt. Guggolva ringadoz a málnatő,
meleg karján budgyos, zsíros, papíros szemberek. Lágyott áll gyöngy az est, tömött fonott halomb, egyek párája rez a halmokon darom. Mint a rét, milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Fáradt meg egy ügyű, vastán csak jó vagyok, s reszketek, mint a fű, és mint a csillagok. Emlegettem, hogy a népdal tulajdonképpen az énekelt versek a túlélője, és valóban nem csak a konkrét dallam egyezések mutatják ezt, amikor vizsgálatot végez az ember, hanem az is, hogy ugyanúgy használják, mint ahogyan a Csokona idejében, vagy Balassi idejében, hogy a költők odaírták a vers címre, hogy ad nótám, és akkor jött egy sláger cím, hogy arra kell énekelni. Hát amikor elmentünk a Kalos Zolival Erdélybe a mezőségre dalokat gyűjteni, hát ugyanezt tapasztaltuk. Tudtak egy csomó dallamot, egy csomó szöveget, és ahogy a szótag számra kijött, azt a dallamot tették alá. Tehát ez egy ilyen 18. századi állapota volt ez a zenének, amikor még a romantika előtt vagyunk, és a dallamok nem fejezik ki a szöveg tartalmát, mint egy romantikus dalnál, hanem cserélhetők, csereszabatosak, csak a szótag számnak kell stimmelni. Egyszer a Csorba János bácsi például a széken elénekelt nekem egy ilyen dalt, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is tele... Mondom, János bácsi, ezt honnan szedte? Hát azt mondja, az édesanyámtól tanultam. És mondom, ő honnan szedte? Hát az iskolában tanulták a verset. Na, nem mondom, hát a dallam. Hát mire hazajött, ráfogta erre a dallamra. Szóval ez az a tiszta, szintiszta állapot az énekelt versnek, amikor dallammal adjuk elő, emeltebb szinten, ugye? Hát ilyet írta azért a költők is írtak ilyet, és most még egyet eléneklünk egy József Attilát, amely tisztára olyan benyomás volt nekem, mintha egy módvai népdalnak a szövege lenne, és olyan dallamot is találtam ki hozzá. Az a versnek a címe, hogy Tedd a kezed. Nem jó? Mindig belebeszélnek. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna. S úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. S úgy őriz, mint ki gyilkolna, mintha éltem, élted volna. S úgy szeres, mintha jó volna, mint
mintha szívem szíved volna. Úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem szíved volna. A szívem szíved volna, s úgy szeress, mintha jó volna, mintha szívem szíved volna. Egy moldvai csángó énekes nénőkét elvittünk Svédországba, és nagy sikerrel szerepelt. Azt mondta, hogy házi bulón játszottuk, és mindent eljátszottunk, az összes népdal, svédeket, mindenki, és ezt is eljátszottuk. És akkor azt mondta, hogy Ferike, ezt írja le nekem. No, Rózsi néni, hát minek ez magának 74 évesen? Azt mondja, mert olyan szép szók vannak benne. Szerintem is. Pont egy most, ilyen dallam fog elhangzni. Na most egy ilyet vannak a lányok énekelni, igazi népdalt, hogy... Itt moldvai csinálni? Na, mondjad. Tehát moldvai népdalok fognak elhangzani, és egyébként most döbbentem rá arra, hogy amit én fogok énekelni, ez szó szerint majdnem ugyanez a dallam, ami most elhangzott. Ezt hívják dallamtípusnak. Igen. Bósoly szőven már én sírok, tőled búcsúzni akarok. Bósoly szőven már én sírok, tőled búcsúzni akarok. Ha el akarsz bodorgálni, gyere hezzem elbúcsúzni. Vess utánom egy pillantást, többet nem lássuk meg egymást. Nyújts át kezed keresztesen, hogy búcsúzzunk örökösen. Nyújts át kezed keresztesen, hogy búcsúzzunk örökösen. Elment az én párom idegen országba, s azt üzente vissza, menjek én utána. Nem megyek utána idegen országba, inkább meggyászolom fekete ruhába. Délig feketébe, délután fehér, estére kedvemre aranyszín köntösbe, s úgy forogjak én emlékbe, úgy forogjak én emlékbe minden lange kemencébe. Akkor jussak én eszedbe, akkor jussak én eszedbe, mikor kenyér a kezedben. Akkor se jussak egyébről, akkor se jussak egyébről, csak az igaz szeretetről. Akkor se jussak egyébről,
akkor se jussak egyébről, csak az igaz szeretetről. Én meg elmondanám, hogy egy ideje már éneklem ezt a dalt, amit egyedül énekeltem, és múltkor rákerestem, és hát kigyűjtötte, csak nem a Sebő Feri. Nem is hallottam. Nem. A Réka énekelt, ezt te gyűjtötted. Tényleg? Hát zavarunkba gyűjtögettünk mindenfélét. Hát van még itt rengeteg vers, de most muszáj kirostáljuk, mert még 10 percünk van összesen. De a jókat rostálja ki. Maradnak a rosszat. Tudom. Ennek a táncház érdeklődésnek az is egy nagyon érdekes formája volt, hogy nem csak a magyar népdalok iránt érdeklődtünk, hanem a szomszéd népek iránt is, és ebben a Nagy Lászlóval nagyon összetudtunk kattani, mert ő tudott bolgárul, megtanult annak idején ösztöndíjjal, és nagyon sokat fordított. És olyan dalokat is lefordított, amit aztán el lehetett énekelni az eredeti dallamára. Ilyet fogunk most kettőt mutatni azért, mert ezek a bolgár dalok, ezek az európai múltnak a még régebbi rétegéhez tartoznak, ahol még ilyen aszimmetrikus metrumok voltak a versekbe, ami az antik vitásig vezet vissza bennünket, mert a antik görög és római költők játszottak így a hosszú meg a rövid szótagokkal, ahogy a bolgárok még ma is. Úgyhogy eljátszunk egy dalt, a Tódora címűt, amit én egy lemezről gyűjtöttem, és a Bulgáriában ez egy ilyen nagyon-nagyon kenetteljes, ilyen nagyon lassan szokták énekelni. Én meg felfedeztem, hogy 11-16 órás a ritmusra, és visszatettem táncritmusba. És amikor bemutattuk a Szófiába ezt a lemezt, akkor azt mondták a bolgárok, hogy Sebő Feri elrokkosította a Tódorát. Fordítás volt, tehát az eredeti szöveg is ezt mesélte, csak pont ott hagyták abban, mikor érdekeskedett lenne a történet, ugye? Viszont a következőt azért mutatom meg, mert ez nem fordítás, hanem
nem értettük az eredeti felvételen a szöveget. A Timár vette fel Tuniszbe egy fesztiválon, 10 000 ember rögyögött a stadionból. A zenét hallottuk, de a szöveget nem rendesen. És hát Lacika látta, hogy én mennyire kepeszkedik ez után a dal után, azt mondja, írok neked rá valamit. És a Dilmano Dilbero, ugye így volt az eredet, Dilmano Dilbero, Kazsimi Kaxe Szagyi Pipero, Kazsimi Kaxe Szagyi Pipero, jó kis eltolt ritmusokkal, ilyen sántikáló ritmussal, és írt rá egy szöveget. Hát most ezt fogjuk elénekelni. Azt a címet adta neki, hogy Sólyom ének, és így kezdődik, hogy ó, szállj le ide sólyom, vagy szállj le ide sólyom. Hát amikor bemutattuk Bulgáriában, a bulgárok azok halálra röhögték magukat. Abban a faluban is jártunk, Polikrajstében, ahol mindenki tudott magyarul. Ezek jártak Budapesten egy századokkal ezelőtt a bolgár piacra. És hát így meghallgották ezt magyarul. És azt mondja, tudják maguk, milyennek az eredeti szövege? Hát mondom, pont ezt nem tudtuk. Hát ez arról szól, hogy hogyan kell a paprikát ültetni. Viszont mi meg kaptunk egy, szerintem a századik legszebb szerelmes versét, Sólyom ének címmel. Utolsó számhoz érkeztünk, és ezt akartam megmutatni, azért énekeltük a bolgár dalokat, hogy hogy lehet ezzel a tudással, amit a bolgároktól szedtünk el, elénekelni egy 2000 éves verset. Most egy Horácius verssel fogjuk befejezni, az a cím, hogy Ad Lidiam, tehát Lidiához, és ez is egy ilyen párbeszéd, mint a Papagéno Papagéna, vagy a Csokonai párbeszéd. Egy régi szeretőjével találkozik a költő, és elbeszélgetnek, hogy ki hol tart most. Az utolsó sorban fogjuk hallani, hogy nem akárki fordította, hanem Radnóti Miklós. A kedvesed, s felfénylő nyakadat, még nem ölelte más ifjú, még veled éltem én, nálam jobban a dús, Perzsa király sem élt. Tarararara, tarararara, Yeah.
volt a szép Chloe, fenséges szerető, és dalos hajkú is, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált, boldogan értve én. Engem meg Kala is szeret, testem most vele ég, egy szerelem tüzén, hogy megváltsam az életét, vállalnám a halált kétszer is érte én. Fellobbanna ma, és szőke Chloe helyett hozzád kötne a vágy megint, s hajtom újra neked nyílna ki Líriám. Majdnem visszapakoltam a tekerőt. Nemrégiben halt meg kedvenc költünk, Kovács András Ferenc erdélyi költő, és neki is nagyon sok jó dala van, amiket énekelni szoktunk. Ebből éneklünk most egy olyat, aminek az a címe, hogy Sárpataki csúlyogatók. Ugye ez a csúlyogatás, amit a tánc közben szoktak kiabálni, ott lehet jól beszólni egymásnak. És ez egy műfaj, ami valamikor az európai táncban általános volt. Hollandiától egészen a Balkánig. Ma már csak a románok csúlyogatnak, meg a cigányok. Mert ez az a tanulság nálunk, legalábbis Erdélyben az volt a helyzet, hogy amit a magyarok már elfelejtettek, azt a románok még tudják, és amit a románok is elfelejtettek, azt a cigányok tudják. Úgyhogy ebből a háromból adódik össze az a puzzle, amit úgy nevezünk, hogy ami európai historikus popzenénk. Na most a Kovács András Ferenc ebbe a formában írta meg a versét, a Sárpataki csúlyogatók címmel. Sárpatak, három este vártalak, Hely Szent Iván gernyeszek,
nélküled már meg leszek. Csuhai iklon, talpa megyre táncra csiklon, húzza póka toldalat, hol a róka oldalat. Sárpatak, de hiába vártalak, találkozunk Betlemben, vagy keresten kétkedden. Szól a szem és szól a szív.